Először is engedje meg, polgármester úr, hogy gratuláljak az újra, sokadszori újraválasztásához. Köszönöm szépen. És a csapatának is külön gratuláljak. Ha megkockáztatom, hogy legmerészebb álmában sem gondolt ekkora elsőpről mondhatni, kétharmados vagy még több, még nagyobb arányú sikerre, akkor gondolom, hogy nem állok messze az igazságtól. Hát egyáltalán nem, és nagyon nehéz megszólalni. Ez hihetetlen ez az eredmény. Azt én éreztem a választási kampány során, hogy nagyon sokan szólítanak meg, nagyon sokan mondják, hogy szurkolunk, és úgy, ahogy meg lesz, de hát ezt nem nagyon lehet lefordítani egy választás végeredményére. Nyilván azt a bizalmat azért éreztem én az elmúlt évek során is, de hát egy ilyen átütő siker, ez egy hihetetlen jó, és nagyon nehéz szavakban is megfogalmazni. Nagyon köszönöm mindenkinek. De biztos, hogy akkor sem állok messze az igazságtól, hogyha hozzáteszem, hogy ez óriási nagy felelősség is. Hát természetesen, de hát felelősségből azért az elmúlt 24 évben is volt rengeteg a vállamon, úgyhogy ez nem fog különösebben nagy terhet jelenteni. Inkább azt gondolom, hogy egy kicsi könnyebbség lesz. Most mi majd megmutathatjuk azt, hogy hogyan lehet nem kizárólagosan működni akkor is, amikor egy testületen belül hát jelentős többség van, több mint kétharmados. És hát ez a szavazatokban is megmutatkozott, nem csak abban, hogy egyébként a választási szisztéma azért az meglehetősen torz, mert hogyha minden körzetben csak egy szavazattal nyertünk volna, akkor is ugyanez lenne az eredmény, de mi nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem ez történt, mert minden körzetben nagyon magas fölénnyel vagy vezetnek, vagy már nyertek a jelöltjeink. Mondhatni, most már tényleg szigetté válik Budaörs, ahogy ön fogalmazott az elmúlt kampányidőszakban, és amit még hozzátett, hogy kincses szigetté, így lesz? Hát ugye ezt mint egy vádat fogalmazták meg velem szemben, hogy egy kicsit én ilyen szigetként kezelem ezt a települést, és erre azt szoktam mondani valóban, hogy én ennek örülök, ezt én dicséretnek veszem, legyen Budaörs továbbra is a békeszigete, termelődjék meg itt a legmagasabb GDP, legyen itt a legmagasabb jövedelme a magánembereknek is, és a cégeknek is, és ebből tudjuk ezt a várost fejleszteni sokkal jobb arányban, mint az országban a többi település, és akkor ugyanúgy, mint eddig, elégedettek lehetnek majd az itt élők, és én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a választás eredménye, és mindaz, amit eddig tapasztaltunk, hogy a budaörsiek mennyire szeretik ezt a települést, valahol most összeért, és én azt hiszem, hogy ennek az eredménynek valahol ez is az oka. Gondolom, most következnek a felhőtlen öröm percei, vagy órái esetleg, holnap talán egy kis pihenés, és aztán jön a munka. Hát valóban egy kicsit kell szusszanni, mert nem volt akármilyen ez a másfél-két hónap, meg az is, ameddig elindultunk, azért nagyon komoly munkát igényelt, hiszen itt a jelölt választása, illetve az, hogy tényleg minden helyi demokratikus szervezet, ellenzéki szervezet mögénk állt, és hogy nem egymással küzdöttünk, hanem mindenki megértette azt, hogy ahhoz, hogy a település azon az úton tovább tudja menni, amin eddig ment, ahhoz az szükséges, hogy egy stabil, világos képpel rendelkező olyan csapat legyen, amiről a budaörsiek értik és érzik, hogy velem együtt, és összetartozik, és a várossal együtt ugyanazt az utat fogja tudni járni, mint amit eddig. Számon kérjük. Gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vittinkov Tamást, Budaörs újraválasztott polgármesterét hallották, stúdió.